Bálinttal ismerkedtem meg, és nagyon gyorsan jó barátok lettünk. Elkezdtünk minden szerdán zenélni ketten az ő lakásában, de gondoltuk, hogy kellene még egy ember, egy dobos, és akkor megkértük Áront, hogy csatlakozzon, és elkezdtünk zenélni. Azt vettem észre, hogy rengeteg zene születik a világban. Nagyon sok megszerkesztett zene, és úgy éreztem, hogy érdekesebb lenne, meg a magam számára sokkal motiválóbb, meg érdekesebb út lenne, hogyha inkább a rögtönözéssel foglalkoznék, mint azzal, hogy kitalálom, hogy milyen hangok következzenek egymás után. Én próbáltam tanulni zenét, de valahogy soha nem sikerült. Voltak tanáraim, jártam másfél évet szolfézsra is, de valahogy ez az intézményesült oktatásban soha nem tudtam részt venni, és világéletemben otthon zenéltem, és az otthon zenélésből megjött ez a folyamatos szabad zenélés. Tehát nem számokat írtam, meg struktúrákat építettem, hanem mindig próbáltam szabadon csinálni a dolgokat. És a másik oldal, amiért nekem ez nagyon tetszik, az, hogy igazából nincs rontás. Tehát egyrészt nincs meg az a fajta, tehát ha az ember mindig ugyanazt a struktúrát játsza, akkor sokkal könnyebb belefáradni. Persze a struktúrálatlanságban is bele lehet fáradni, de hogy nincs rontás, nincs úgy rossz, hogy jaj, félre fogtam, jaj. És ez a szellemiség tetszik, tehát az, hogy nem bontjuk ketté, hogy ez a jó hang, ez a rossz hang, ez a harmonikus hang, ami jó, ez a diszharmonikus, ami rossz, hanem egy ilyen pillanatnyi történet. Gyakorlatilag nem próbálunk, tehát lehet mondani, de ez nem a, ahogy mondjam, az elvekhez ragaszkodás miatt van, hanem az Áron annyira elfoglalt zenész, hogy igazából nincs időnk rá. Hát ez sarkított erősen, de az tény, hogy azon a nyáron nagyon nem tudtam volna összeszedni magam egy ilyen közös, rendszeres próbaidőszakra, de amúgy mi nem is így zenéltünk először, azt mindig elfelejtik a fiúk, hogy még tavasszal egy lakáskoncert, buli, házi buliba, ahol egy másik zenekarral játszottunk. Ott aztán ilyen óriási hangszercserék, és mindenki minden hangszeren ott már játszott, és ott pont kialakult egy ilyen trió helyzet, úgyhogy én onnan megjegyeztem a fiúkat, az nagyon szép zene volt, és aztán egyértelmű volt, hogy persze szívesen folytatom, és az, hogy nem próbálunk, azért igen, egy idő után az első koncert is már olyan energiaszintű volt valahogy, meg jó pillanatok voltak, hogy végül ezt hagytuk meg egyedül koncepciónak.